Testvéreim! Településünk önkormányzata nevében szeretettel üdvözlöm Önöket, akik elfogadták meghívásunkat mai centenáriumi ünnepségünkre, melyen 100 éve született Szelecki Zita színművésznőre emlékezünk. Köszöntöm a Szelecki Zita Alapítvány képviselőit, akik az Együtt Neki Zsenyét Egyesülettel karöltve partnereink ennek az ünnepi megemlékezésnek, és a szervezésben és a lebonyolításban is nagyon sokat segítettek. Köszönettel tartozunk még fővédnökünknek, Balogh Zoltán miniszter úrnak, aki délután fog hozzánk csatlakozni. Emlékezünk Szelecki Zita emlékezetünkben Szelecki Zitára mindannyian a távolról érkezők épp úgy, mint Neki Zsenye, akinek akiknek a falu az otthonunk, de nem csak a miénk. Vas Albert így fogalmaz az Otthon című írásában. Otthon az Együtt Neki Zsenyét Egyesület nevében. Egyesületünk tavaly 2014. április 26-án kezdte meg hivatalosan működését, azonban már néhány évvel korábban volt a kezdeményezése, illetve többek szívében érte már, hogy jó lenne összefogni és tenni valamit településünkért. 2013. januárjától mi a református gyülekezetünk útjai már nem csak egyénileg, hanem közösen, rendszeresen összeülve gyűjtöttük az ötleteinket, mértük fel a lehetőségeket, fogalmaztuk meg a célokat községi felvirágoztatása érdekében. 2014-ben már egyre többen csatlakoztak hozzá, újabb lendületet adva a szerveződésnek, és így áprilisról megérett, hogy megtartsuk az Egyesület alapító gyűlését. 38 fővel alakultunk meg. Átfogó célunként a következőket fogalmaztuk meg. Összefogás az emberek életminőségének javításáért, hagyományaink, kultúránk ápolásáért, az épített és természetes környezetünk megőrzéséért, valamint a közösségi szellem fejlődésének elősegítéséért. Továbbá a helyi adottságokra épülő, azokat fenntartható módon használó vállalkozások támogatása és a helyi termékek értékesítésének elősegítése, a helyi piac kialakítása és a falusi turizmus fellendítése is az Egyesület céljai között van jelen. Jelenleg 50 főre bővült a létszámunk. Az elmúlt években több tengely mentén tevékenykedtünk. Az egyik a hagyományőrzés volt. Többek között felkerestünk a településünkön élő kedves idős néniket, bácsikat, elbeszélgettünk velük, és a régi időkről, szokásokról kérdezgettük őket. Arra is volt példa, hogy kenyeret sütöttünk együtt. Aztán a másik terület a kultúránk ápolása volt. Például az augusztus 20-ai megemlékezés ennek keretében zajlott, melyet a Hozsanna csapat vezérletével szerveztünk. Megalakult a Neki Zsenyi hagyományőrző pávakör is. Körülbelül egy hónapja került megrendezésre a Szelecki szavalóverseny is, amit szeretnénk ezután minden évben megrendezni. Egyéb közösségi rendezvényeink is voltak, többek között a sportnap, idősek napja, adventi vásár, borverseny, melyet mind az egyesületi tagok bonyolítottak le. Ezen kívül az egyesület is részt vett az évente megrendezésre kerülő Kárpát-medencei szeretethív programban, melyben személygyűjtést folytattunk. Amit azt bemutattam, sokan sok területen munkálkodunk, és ha még néha nehézségekkel és akadályokkal is szembesültünk, a végén mindig megoldottak a problémát, és kikerekedtek a dolgok. Megtapasztalhattuk az isteni gondviselést. Akkor a technikai okok miatt egy kis szünetet szeretnénk kérni. És akkor én most átadnám a szót Vánfalvi Lászlónénak, az Ózdi Városi Könyvtár nyugalmazott vezetőjének, aki férje lévén talán már mondhatom úgy, hogy Neki Zsenyének vallja magát. Köszönöm szépen, polgármester asszony! Köszönöm a bemutatást! Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget ezen a számunkra rendkívül szép és nagyon kedves napon.
Kérem, engedjék meg, hogy a két megnyitó után, mint a programnak a moderátora, ismertessem a mai ünnepség programját, melyet több részre bontottunk. Az első részben a Szeretett Falu Nekézseny bemutatkozik címmel, mint ahogy megnyitó beszédében már a polgármester asszony is említette, a Szelecki Zita által nagyon szeretett falu életébe, múltjába, jelenébe szeretnénk egy kis betekintést nyújtani, megmutatni értékeinket, nyilván a teljesség igénye nélkül. Ezután következik a megemlékezés Szelecki Zita életéről és munkásságáról, melyet a Szelecki Zita Alapítvány állított össze, és melyben hangfelvételről a művésznő is velünk lesz. A harmadik rész programja látogatás a Szelecki Zita emlékháznál, majd kisétálunk a temetőbe. Ennek az időpontja 13.45-től 15 óráig. Ezután kerül sor a koszorúzásra a temetőben a művésznő síremlékénél, ahol Balogh Zoltán miniszter úr is csatlakozik hozzánk. 16 órától pedig a templomban Isten tisztelet lesz, ahol prédikál nagy tiszteletű Balogh Zoltán lelkész. Délután 5 órakor pedig a falubeliek vendégül látják Önöket a régi iskola udvarán. Kiegészítő programként ajánlom figyelmükbe, bár már bizonyára sokan látták, akik voltak az iskolában, az ott lévő kiállításunkat, amely Tóth Jánosné, Nekézsenyi óvodapedagógus, Erzsike óvónéni Baba Világ címmel kiállított gyűjteménye, mely egész nap látható, és nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek tetszését is bizonyára elnyeri majd. Erzsike több mint 10 éve gyűjti a főként porcelánfejű baba figurákat, amikből már több mint 100 darab van. Egyébként itt van közöttünk, hiszen énekelni is fog. Ez az első kiállítása, ahol tematikus elrendezésben láthatjuk a régi időket, a boldog gyerekkort idéző világon. Miután ilyen szép számban összegyűltünk, és reméljük, hogy együtt töltjük az egész mai napot, és reméljük azt is, hogy az égiek kegyesek lesznek hozzánk, néhány kiegészítő, úgymond közérdekű információt osztok meg Önökkel. Az emlékház és a református templomunk várja Önöket. A műsor után a mai ünnepre készített emléktárgyainkat, hűtőmágnesekről van szó, megvásárolhatják, majd itt a sátor mellett, mint egy adományként, a befolyt összeget az emlékház fenntartására fordítjuk majd. Minden vendégünket szeretnénk megajándékozni egy nekézsenyi emléklappal, melyet a műsor után adunk át. A helyi polgárőr egyesület tagjai segítenek a faluban történő mozgásban, eligazolásban. Egészségügyi és orvosi szolgálat áll rendelkezésükre a térségi orvosi ügyeleti rendszer keretében, melyre reméljük, hogy nem lesz szükség. A délutáni koszorúzás kapcsán pedig kérjük, hogy majd ott a temetőben lévő segítőnknél legyenek szívesek jelezni koszorúzási szándékukat, hogy regisztrálhassuk a lebonyolításhoz. Mellettünk itt az iskolában meg lehet pihenni, ha bárkinek valamilyen problémája adódna. A közelben, itt mögöttünk található egy nyitvatartó élelmiszerbolt délután 15 óráig, ha valamire szükségük lenne. És végül kérjük, hogy telefonjaikat a műsor ideje alatt legyenek szívesek kikapcsolni előre, és köszönjük. Yeah.